Mondhatni, hogy szerencsések vagyunk, mert mi ugyan a kisebb beruházásokat szakfelügyeltük, de azért klassz dolgokat találtunk, hiszen itt kiderült az áshatásunk során, hogy a dzsámi alatt korábban is ismert középkori Szent Bertalan plébánia templom valóságos nagysága meghaladja a korábban gondoltakat. Ezt a részt a mi múzeumunk munkatársa Tóth Zsolt ásta, illetve egy másik részét pedig a közrészéről Ács Zsófia. És a Szent Bertalan templom egy nagyon hosszú, majdnem olyan hosszú, mint a középkori székesegyház, tehát annak egy megfelelő párja, két főtéren álló két óriási templommal számolhatunk a középkorban, és ez alatt a gótikus háromhajós középkori templom maradvány alatt viszont előkerült egy nagy boltozott sírkamra is. Ezt is Tóth Zsolt ásta, egy római kori sírkamra. Ennek a munkáit a kivitelezőnek kellett finanszírozni, siettünk, amennyire tudtunk. Ez a város szempontjából egy szerencsés dolog, hiszen egyre több sírkamra és római sír kerül elő, ezt azért a törvények előírják, hogy ezeket meg kell kutatni, pláne világörökségi területről van szó, világörökségi korszakról, itt Pécs esetében az ókeresztény világról, de megtartani lehetett, tehát a kök előírta, hogy hogyan kell ezt visszatemetni, fölötte gázvezetéket fektettek, és hát nagyon puhán, nagyon védő módon vissza is lett temetve, és bemutatni sajnos nem lehet, olyan mélyen van a föld alatt, és zavarna mindenféle közlekedési lehetősége. Ezzel szemben úgy tudom, hogy a sírkamra, illetve a római sír fölötti középkori Szent Bertalan plébánia templomnak esetleg az alaprajzát a járószinten kikövezve be lehet mutatni, úgyhogy kirajzolódjék. Tehát másképp azt sem lehet bemutatni.